Sziasztok, Takács András vagyok a Comsigniától. Nem tudom, hogy körülbelül fél éve kihallgatta végig és beszélgetett velem az előző előadásról. Az előadás kapcsán a jármű kommunikációra pár kulcsszó kezdésnek. Önjáró autókról kihallott már? Szuper! Connected car fogalom, az kinek mond valamit? Kevesebben, de még mindig egész jó az arány. Jármű kommunikáció. Nagyon jó, és hogyha mindezt közvetlenül két autó között, mindenféle cloud közbeiktatása nélkül. Na, nagyon jó. Egy olyan technológiáról van szó, ami néhány éven belül 20-30 millió autót fog érinteni világszerte. És hogyha ezt mondjuk úgy veszük, hogy ennek a nagy része az Egyesült Államokban lesz, illetve a nyugat-európai országokban, akkor ez az utakon található autóknak egy elég tetemes részét teszi ki. De emlékeztetőül, hogy miről is van szó. Van egy beláthatatlan kereszteződésünk, és két autó közelít felé, és ők folyamatosan küldözgetik azokat az üzeneteket, hogy itt vagyok, ez a sebességem, errefelé haladok, éppen kanyarodni szeretnék. Még ezt kiegészítjük egy olyan eszközzel, ami adott esetben a jelzőlámpák információit is képes közvetíteni, akkor ez a két autó egy pontos képet fog kapni az őt körülvevő környezetről, és nagyon fontos, hogy ezt a technológiát nem fogja akadályozni a beláthatatlannak nevezett kereszteződés, tehát képes megoldani azokat a problémákat, amiket a radar, lidar, kamera alapú rendszerek nem képesek. Hogyha a járókelőknek is adunk olyan telefont, amik képesek ezzel az infrastruktúra eszközzel kommunikálni, akkor a járművek már a gyalogosokat is képesek felismerni. Ez miért nagyon fontos? Azért, mert a önjáró autók lesznek képesek arra, hogy olyan biztonságos és környezet és hatékony módon a környezetet védve közlekedjenek, meg képes megoldani a közlekedési balesetek problémáit, a környezetszennyezés problémáit, vagy legalábbis nagy mértékben csökkenteni. Viszont nagyon könnyű belátni, és itt nagyjából eddig tartott a múltkori előadás, ami most nagyon röviden átmentem, hogy ezekben az üzenetekben meg kell tudni bízni. Nagyon fontos, hogyha mondjuk egy alkalmazás, egy vészfékezést hajt végre az autón azért, hogy elkerüljön egy ütközést, akkor az a trigger, az az üzenet, amit fogadott, és ami alapján ezt a döntést meghozta, az valóban egy megbízható üzenet legyen. Milyen kihívásokkal kell megküzdeni? Nyilván lehetnek hamis üzenetek, amelyek teljesen a hackerek által szerkesztettek. Üzenetek, amiket módosítottak a rádión való átküldés közben, tehát ott esetben visszajátszottak térben vagy időben egy másik ponton, vagy egyszerűen csak késleltették őket. De nagyon fontos, hogy magukat a biztonságos kommunikációhoz szükséges kulcsokat megbízhatóan védjük, és legyen egy olyan hardware-elemünk, ami biztosítja azt, hogy nem lehet ezekhez a kulcsokhoz hozzáférni. Fontos, hogy az üzeneteket digitálisan aláírjuk, és olyan extra attribútumokkal lássuk el, amik képesek az ismétlésnek, vagy a módosításnak a jeleit felismerni, és természetesen valamilyen módon szabályozni kell azt, hogy milyen jármű, milyen üzenetet küldhet. Ugye itt nagyjából ez a négy kategória van, a hardware-es védelem a kulcsokhoz, a digitális aláírás, azok a plusz attribútumok, amikkel ellátjuk az üzeneteket, illetve azok az attribútumok, amikkel a tanúsítványokat látjuk el. Az időrövidség, amiért nagyon részletesen nem mennék bele ebbe a szép táblázatba, viszont fontos kiemelni azt, hogy ezekben az üzenetekben lehetőség van például arra,
hogy egy jelzőlámpától zöld hullámot kérjen egy mentőautó vagy egy rendőrautó, bizonyos esetekben például egy busz. És nyilván ezt valamilyen módon kezelni kell, hogy egy egyszerű személyautó ezeket a speciális jogosultságokat ne kaphassa meg, és ezt úgy érik el, hogy azok a tanúsítványok, amik lehetővé teszik ezt a kommunikációt, és amik felelősek az üzenetek aláírásaira, olyan attribútumokkal vannak ellátva, amik szabályozzák azt, hogy az egyes üzenetekben miket lehet belerakni. És mivel nagyon rövid időm van, ezért egy jó részét elfogrom. Igen. Amiről mindenképpen szerettem volna még beszélni, az adatvédelem. Tehát ha nagyon-nagyon röviden is, de beszéltünk ugye arról, hogy ezek az üzenetek valamilyen módon megbízhatóak, aláírtak, hogy ne lehessen őket hamisítani. A másik kérdés ugye az, hogyha az én autón küld üzeneteket, itt vagyok, ekkora a sebességem, stb., akkor mindenkinek az első kérdése az lesz, hogy akkor a rendőrség az üzenetek vétel alapján automatikusan fogja küldeni a csekket. És vagy hát adott esetben a másik kérdés a rossz indulatú követése a járműveknek. Ezt úgy próbálják kiküszöbölni, hogy azok a tanúsítványok, amiket arra használok, hogy aláírjam az üzenetet, amit kiküldök a levegőbe, azokat 3 vagy 5 percenként lecserélem. És tehát ezt a felét még könnyű belátni, hogy azzal, hogy folyamatosan cserélem a tanúsítványokat, a MAC címeket, az összes azonosítót, megakadályozom azt, hogy követhető legyek, amit nehezebb belátni, és csak el lehet hinni annak, aki nem vesz részt ennek a technológiának a fejlesztésében, hogy maga a tanúsítványokat kiosztó architektúra az úgy van kitalálva, hogy az a szerver, aki nekem ezt a tanúsítványt adja, az nem képes az én identitásomat ellenőrizni. Tehát hogy gyakorlatilag csak egy igen-nem választ fog kapni attól az entitást, aki eldönti, hogy én megkaphatom ezeket a tanúsítványokat, és sehol nem létezik olyan összerendelés, olyan adatbázis, ami alapján ezeket a levegőben használt tanúsítványokat vissza lehetne követni hozzám. 5 perc átka, sajnos nagyon rövidre sikerült az előadás, de a maradékot szerintem most, illetve később kérdések formájában meg tudjuk beszélni. Köszönöm. Lopok magamnak egy mentőautót. Mit tudok ezzel csinálni? Ha én egy rossz indulatú hacker vagyok, elkötök egy mentőautót, amiben benne van a rendszer. És hackerhetek magamnak ebben egy zöld hullámot, vagy valami többet. Szigorúan véve a jármű kommunikáció szempontjából ez nem egy lekezelhető probléma, ezt valahol máshol kell megfogni. Tehát itt kvázi ugye autóknak biztosítunk jogokat. Tehát akkor tudom mentőautónak átszázni magamat? Hát ha mentőautót ellopod, akkor igen. Hogyha a mentőautóból kilopod magát a dobozt és berakod a saját autóba, akkor mi történik? Azt viszont már nem tudod megcsinálni, tehát maga az eszköz az autónak az egyedi azonosítójához is hozzá van kötve, tehát nem fog elindulni. Nem tudom hozni az azonosítóját? Ez egy nagyon jó kérdés. Most indult egy 5 éves kutatási projekt, ami arról szól, és ennek a jármű kommunikáció egy ilyen pici szeglete, tehát itt igazából beleértve azt, hogy otthon bele tudod-e rakni az olcsón megvett, nem tudom, Volvo-tba a sávtartó automatikát, úgyhogy egy kis dobozt rápötsz a Canvas-ra, és ez ebből a szempontból már ugyanez a kérdés, tehát itt a jármű kommunikáció egy kis szele. Mi történik azokkal az autókkal, amik nincsenek ebben a rendszerben? Ugye
lehet, hogy látom azt, hogy a kanyar mögött van egy, amit ismerek, tehát a rendszer része, de hogyha még szemben jön egy részek taxis, most hasonló jöttök, akkor mit csinál a rendszer ezzel a kocsival? Nagyon jó kérdés. Alapvetően itt kettő szempontot kell figyelembe venni. Mi a Comsignia-nál abban gondolkozunk, több autógyárral közösen, hogy a járműkommunikáció az csak egy a szenzorok közül. Tehát van egy olyan felső kategóriás kocsa, amiben van egy radar vagy egy kamera alapú, ma is már a szalomból megvehető technológia, ami mondjuk ütközés elkerülés biztosít neked, és ezt kiegészítem a járvány kommunikációval, ami képes az azáltal nem megoldható, például beláthatatlan kereszteződés típusú helyzeteket lefedni. Egy következő lépés lesz, ahol a járművek képesek a saját, például kamerájuk által látott képet megosztani egymással. Tehát ha előttem mondjuk halad egy kamion, azelőtt halad egy másik autó, mert benne van ez a technológia, és előtte van az a taxi, aki részeg, és éppen fel fog borulni, és a balesetet okozza, akkor én megkapom a taxis látó autónak a kamerájából az információt a kamion mögött, és képes leszek rá reagálni. Erre jelenleg két opció van, és még nem dőlt el véglegesen, annak ellenére, hogy szorít az idő, és körülbelül 3 év van hátra az éles használati. Az egyik opció az, hogy az autógyárak saját infrastruktúrát üzemeltetnek, a másik opció az, hogy valamilyen kormányzati fennhatóság alá kerül, hogy ez mondjuk Európai Uniót kell elképzelni, vagy Magyarországot, ez egy jó kérdés. A legvalószínűbb opció az, hogy a tanúsítvány lánc tetejét fogja üzemeltetni valamilyen kormányzati szerv, tehát ő adja ki mondjuk a rúdszertet, akiben megbízol, és minden autógyár a saját infrastruktúráját fogja üzemeltetni ez alatt. Ugyan csak ez azt is jelenti, hogy akkor teljesen más szertifikátja lesz egy Maga a tanúsítvány formátum, a tartalma, stb. Az ugyanaz, mert az szabványos. De azt, hogy azt adott esetben kibocsájtotta ki, az különböző. Tehát például semmi nem írja elő, hogy ezeket a tanúsítványokat milyen interfészen keresztül kell összeszedni. Tehát például veszel egy felső kategóriás BMW-t, amiben van egy beépített SIM-kártya, hogy beszélj a nem tudom, asszisztenssel, az valószínűleg a BMW hálózatán keresztül, mobilneten fogja fél évente egyszer ezt befrissíteni, és lehúz, nem is tudom, pár ezer certe. Veszel egy alsó kategóriás Dacia-t, ott meg az éves karbantartási ciklusnak a része az, hogy beviszed a szervizbe, és bedugnak egy kártyát, amivel felmásolódik az újabb adag. És összeg egy használt autót? A használt autó az ebből azt mondom, egy másik kérdés. Jelenleg a technológia drága, azért mert van pár ezer darab ilyen eszköz a világon. Ha 3 év múlva minden újonnan forgalomba kerülő autó számára kötelező lesz az Egyesült Államokban, akkor milliós nagyságrendben fogjuk az eszközöket gyártani. Úgyhogy a technológia nyilván olcsóbb lesz, és ez lesz az a pont, ahol megéri aftermarket device-t gyártani, illetve most te se adnál ki rá pénzt, de hogyha ez számodra is valamilyen hozzáadott értéket képvisel, tehát hozzájutsz olyan biztonsági megoldásokhoz, információkhoz, szolgáltatásokhoz, akkor már adott esetben te is áldozol le. Az autó, hogy pontosan hol van, és a többi autó pontosan hol van, mert ha vészfékezésről beszélünk, akkor itt nagyon precíz adatokra van szükség. Ez lehet, hogy nem annyira az ellenségmája, csak úgy érdekel. Alapvetően a fő adatforrás a GPS,
ezek nem a hétköznapi telefonokon elérhető GPS-ek, tehát annál jóval pontosabb és jóval nagyobb frissítési frekvenciával rendelkező eszközök. A mi eszközünkben, amit használunk, az egy ilyen körülbelül fél méteres pontosságot tud hozni, illetve ha valaki már hallott a Dead Reckoning nevű technológiáról, ugye ami kvázi alagútban is folyamatosan képes a trajektóriát számolni és a menet paraméterek alapján meghatározni, hogy hol vagy, ugye ez egészíti ki és pontosítja. Illetve ma már az olyan lokalizációs megoldások, mint például az RTK egyre inkább megfizethető áru megoldás lesz, azzal viszont centiméter alapú pozícionálást is el lehet érni. Jó kérdés. 400 milliampere körülbelül. Tehát ezek az eszközök nem az a kategória, amit a telefonokba beleraksz. Nem arra lett tervezve. Ez az eszköz arra lett tervezve, hogy olyan információt szolgáltasson neked, ami alapján az autó észlékezni fog. Tehát itt a megbízhatóság volt a fő szempont. Vannak olyan komponensek, nem duplikálva vannak. Baromi jó kérdés. Most ha azt mondom, hogy szerintem nem sokat, ez jó válasz. Hát számoljunk meg, hány kilovattos egy átlagos kocsi, mondta, hogy 400 milliampere, szorozva 12 volttal, az egy egész 6000 watt. Az akármilyen kilovatt valami a kocsi teljesítménye. Nem jelentős. Nem jó a kérdés. Jó a kérdés, köszönjük szépen!